Tud valaki németül? Nem igazán. Nem. Még angolul sem. Én sem. Nem. Japánul tudok kicsit. Mert a Bindmarton bolyat is tanítanak, ezért jobb, mint az ügyes, Aha, mert ez olyan hasznos dolog, hogy japánul megtanulni. Igen, az hasznos. Gondolom sokat használtad. Azon kívül, amikor felvágsz vele valakinél, hogy... Na jó, oké, felvágáson kívül. Én értelmes nyelveket beszélek, angolul meg spanyolul. Olyan, amit használnak. De mi is, japánt is tök sok dologra használják, mint például... Mi a neve annak a busz szimulátornak, mert van egy nagy rakás. Úgy, itt elküldtem egy linket, nézd meg. Nem, arra vagyok kíváncsi, hogy Steve. Omis. Vagy nem, Omsi 2. Aha. 20 font. Úristen. Omsi 2, Hamburg. Na várjál. Ezen kívül van, én tudok eredeti nyelven rendelni sushit, meg bentót. Na? Már is használ. És angolul nem tudná? Hát de az úgy nem ugyanaz. Mert miért nem? Mást hoznak ki? Mert így kedvesebbek veled. Aha. De igen, mert úgy többet fognak adni, mert látják, hogy én erőfeszítést tettem. Nem csak bemegyek és jó, adjál sushit haza, hanem én bemegyek és akkor így mondom szépen japánok. Ja, mert biztos, aki angolul kérjön neki, rászarnak a sushiára. Nem kurvára érdekli őket, hogy menjen. De nem, most képzeld el, csinálsz egy magyar éttermet, te vezeted, és akkor egyszer csak bejön valami itt tudom én valami spanyol, és akkor hola amigo, give me some Hungarian food. Jó, adsz neki valami random cuccot. De hogyha tényleg bejön egy magyar srác, és akkor mondja, hogy adjál már valamit, akkor biztos jobban adod neki. Jobban adom? Hát, gondolom, beszélek vele, de az nem azt jelenti, hogy... Na látod? De most mi, annyira tudsz már japánul, hogy ha elkezd veled beszélni, akkor te már vágod egybe, hogy mit mond? Mármint én értem, hogy tudsz rendelni, de ha szóba elegyedik veled, mert azt hiszi, hogy japán vagy, vagy tudsz rendesen japánul, akkor meg bajba vagy, mert nem érted, hogy mit mond. Nem? De amúgy van hát, értem, hogyha van hozzá angol felirat, de amúgy... Ja, jó. akkor majd távirányítót és vigyél azért. Ja, meg amúgy van japán tévénk. Hagy mondjam már el. Amit úgy hívják. Jó, mondjad. Guszti, hagy mondjam már el a Guszt. Van vonat szimulátor. És amit kérdezik. Jó, mondjad. Nem, most már nem mondom el. Semmi, csak van vonat szimulátor is, abban még kevesebbet lehet csinálni, és az 30 font. Hát ott csak előre... Vonat szimulátor! Jó, annak szebb a grafikája. Várjál, Omsi, vagy Omsi 2... Ezen kívül jó, a heve... Várjál, a rendes játék az 32 font, a kiegészítője még 20 font. Az Omsi akármi. 20. Hogy lehet, hogy csak 10 font a különbség a kiegészítő és a rendes játék között? Várjál, mondok egy másik hasznos dolgot. Tegyük fel, ülsz otthon és játszol a Nintendo-val. Egyszer csak megkressel, és japánul írja ki a szöveget, hogy mit csinálj. És akkor fogod és... az ablakon a Nintendo-t. És akkor elmegyek a boltba, és veszek egy másikat, és kapok egy refundot. Mert elbasszolod. Elmész a bolt? Hát tudod, ez már is ez már is ki kell menned a házból. Mi van akkor? Jó, hát ki kell mennem a házból, nem már. Akkor inkább itthon marad. Elküldöm a gyártónak a pénzt. Hát de, ebből a meg igen, minden. Elküldöm a Nintendónak, hogy beszart a gép, és kérek egy refundot, és küldenek 20 Nintendót, mert félnek, hogy beperelem ők. És ez pénzbe kerül? Mi? Ja, nem, bélyeg? Bocs, ja, jó. De ne, a postát kihozzák neked. A csomagodat kihozzák. De nem, de hogyha te elküldöd a Nintendónak. Hú, hát most veszek egy bélyeget, bele ne halljak. Nem, vagy most mit küldesz el neki? Egy e-mailt. Egy e-mailt, vagy levelet, tök minden. Ja, és ezt tudod, hogy válaszolnak rá.
Úristen, de... De ezért ennyiért nem érdekli meg, ez egy nagyon specifikus helyzet. Ez nem tudom hány emberrel történt meg, de szerintem 5-nél nem többel. És abból 2 japán volt. És leszarta. Persze, mert ott olcsón megvett egy másikat az két. Hát meg ugye, ha csak japánul működik, az őt nem zavarja. Ja, az a másik. De az... amúgy is szerintem angolul van programozva, hogy minden szar, úgyhogy tök mindegy. Shut up, watashi wa kata. Igen, valószínűleg egyébként, amit Amerikába kihoznak, az... azon már nincs is rajta japánul. A programokat valószínűleg nem japánul írták meg, úgyhogy a hiba üzenetet se írnák ki japánul. Jó van, hát akkor ezt megbeszéltük, hogy... Na, látod? Most értetted volna, hülyeség. Az is lehet, hogy pont a, mit tudom én, megyünk együtt és valahol... És ha beírom a Google fordítóba, hát jó, akkor írd be, és akkor meglátod. De hogy az is lehet, hogy mit tudom én, éppen megyünk valahol, és egyszer csak leesik egy nem tudom, mondjuk egy... A... Mi a neve? Na mindegy, egyszer csak mondjuk leesik egy űr... Na mindegy, tegyük fel, megyünk az úton, és ült a busz, és akkor az utolsó mondatomban elmondanám neked a rák ellenszerét, és... De viszont pont japánul mondom ki, és akkor nem... De mi a tökömért mondanád ki japánul? Femi, kettő olyan nyelv van, amit közösen beszélünk, és akkor japánul mondanád el a rák ellenszerét? Pontosan. Na jó. Akkor igazad van. Az olyan... Victory. Hát akkor már csak egy troll fel hiányozna. De ha ez történne, akkor az nem az én hibám lenne, mert te lennél a geci, amiért nem mondod el rendesen. Hát akkor is halott embert nem szabad hibáztatni. Hát én azért hibáztatni. Hibáztatnálok. De ez még mindig azt feltételezi, hogy te tudod a rák ellenszerét, amit viszont nem. És ha tudnád a rák ellenszerét, miért válnál a legutolsó pillanatig, hogy megozd a világgal? Hát mert lehet, hogy pont akkor jövök rá. Mert rám esik a meteor... A műhold, rám esik a műhold, és akkor pont akkor világosodik meg bennem a képlete.